Juhász Veronika vagyok, 2019 óta a Kutyapárt önkormányzati képviselője a második kerületben. Ha nagyon felidegesítenek, akkor gorillává változom. Nyakunkon a részvételiség. Sötét sorosista erők nyomására Magyarországra is betört az az őrület, hogy a lakosoknak bele kéne szólnia a döntéshozatalba, legalábbis annak az előkészítésébe. Ez nyilvánvalóan a képviseleti demokrácia halála. Megjelentek olyan módszerek, mint például a közösségi gyűlés, a szociális hekaton, vagy a részvételi költségvetés, másik nevén közösségi költségvetés. Magyarországon manapság már nem is lehetsz egy valamire való önkormányzat, hogyha nincsen nálad részvételiség. Részvétem. Mindez ugye a demokrácia fejlődését szolgálná. Azt, hogy Magyarországon a lakosok aktív, cselekvő, a közügyek iránt élénken érdeklődő, egymásra nyitott, sorsukat alakítani akaró, ügyes, okos, vidám, kedves, szorgos, tündi-bündi állampolgárokká váljanak. Ahogyan az Einstein lépcső is mutatja, a részvételiségnek fokozatai vannak. A cél, hogy eljussunk a manipulációtól a szimbolikus részvételen át egészen a valódi civil kontrollig, és hogy ez idővel intézményesüljön, amikor is az önkormányzatok már nem csupán alattvalóként, de sokkal inkább partnerekként tekintenek a lakosaikra. Ez az önkormányzatnak is jól felfogott érdeke, ezért érvel is mellette. Ellene. Ide tettem a laptopom, mert különben nem tudom elmondani normálisan a szöveget. Részvételiség, az az embereket nem érdekli. Az ilyen szakmai óbort, túl sok pénzbe kerül. Sok munka, kevés haszonnal. Arra nincs társadalmi igény. Mi amúgy is minden ezértünk el, végre ezért választottak meg. Pontosan tudom, hogy melyik utcákat kéne leaszfaltozni ennyi pénzből a körzetemben, hogy végre ne anyázzon ott az a több száz ember, és ehelyett mi meg elköltenénk a hülye embereknek a hülye ötleteire. Jaj, hol a szemem? Hát igen, amikor én meg ezzel szemben jövök azzal a kutyapártos mantrámmal, hogy nekünk is jobb, hogyha az önkormányzat nem csinál meg mindent helyettünk, akkor az nyilván nagyon meggyőző. Mi van akkor, ha jön egy óriási szélvihar és elfújja a polgármestert? Belegondolni is szörnyű. Jaj, istenki, jaj, mit csináljak? Megdöglött a róka, jaj, ott veszik a róka az úttesten, jaj, ha ma két hete nem válaszol a Twitteren a polgármester, jaj, mi legyen, jaj, istenem, jaj, polgármester úr, jaj. Csúszós lett a járda. A társas házam előtt. Most én tudom, hol keresem az utikálit, mert eddig mindig megcsinálta a polgármester. Nem tudom kifújni az orromat se. Na, és hát az MÖTV-ben sem az van, hogy mindent megcsinálnak helyettünk. Ja, azt lehet, hogy nem tudják, mi az az MÖTV. Az MÖTV a 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, melyet az országgyűlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai előtt, egyebek mellett a helyi közösségek öngondoskodási képességének erősítése érdekében alkotott. Hogy én is eleget tegyek a törvénynek, az elmúlt 3 évben jól beleártottam magamat a közösség öngondoskodási képességének erősítésébe. Például létrehoztam a kerületi kifundálót, amiben tulajdonképpen a képviselői fogadóórámat alakítottuk egy közéleti műhelyé. Alternatív fogadóóra. Mivel az önkormányzás alapvetően rólunk szól, azt gondoltam, hogy jobb, ha közösen kifundáljuk. Egy hagyományos fogadóórán az emberek nem egymással beszélgetnek általában, hanem figyelnek az előjáróra. Na, ezzel a frontális hagyománnyal szeretnénk szakítani a fogadóórámon, ezért itt a szokásos kérdezfelelek mellett ilyen csapatjátékok, meg workshopok formájában foglalkozunk helyi ügyekkel, és a lakosokkal közösen tanulunk az önkormányzat működéséről is. Közösségfejlesztő társammal, Boda Kittivel adjuk a szakmai kereteket, és csináltunk például önkormányzatismereti kocsmakvízt, tanultunk a költségvetésről, vagy a résztvevők megvitatták egymás ügyeit, és közösen kidolgoztunk kisebb városfejlesztő projekteket is. A társadalmi társasjátékok sorozatban legutóbb a szociopoli játékkal játszottunk, ahol mély szegénységben élő magyar családok egy hónapját próbáltuk túlélni. Szóval a kerületi kifundálón mindig a közügyek más-más aspektusát bontjuk ki, mindig interaktívan, mindig játékosan, és szuper szakmai vendégekkel. Igazából én mindig akkoriban bőröztem a leginkább, amikor az történt, hogy a csoportos ötletelések után a résztvevők egymásnak prezentálták, hogy mire jutottak. Tisztára olyan, mintha nem egy, hanem sok képviselő lenne a teremben. Alapítottam és kidolgoztam egy pályázatot, amit az Önkormányzat Közművelődési Bizottsága írt ki.
Ez a Csináld Magad Társadalom pályázat, ahol második kerületi lakosok közvetlenül magánszemélyként pályázhattak pénzre, közpénz forintokra, hogy csináljanak saját maguk által kitalált és saját maguk által megszervezett közösségi rendezvényeket. Ahogyan a részvételiségről most már biztosan tudjátok, a cél az, hogy az emberek nézzenek körül, és gondolják ki, hogy a közösségükben hogyan tudnának valamit tenni azért, hogy legyen minden jobb. Összesen 1 millió forintot szavazott meg erre a képviselőtestület 22-ben. Le a kalappal az emberek előtt, mert végül túlpályázták a keretet, szuper ötletekkel jöttek, kitalálták, megpályázták, megcsinálták. És le a kalappal az önkormányzat előtt, mert ez egy nagyon szép lépés a civilekbe vetett bizalom irányába. Egyébként ilyen előtte nem volt a második kerületben, de most már lett. Abszolút cuki projekt volt még 22-ben, hogy megcsináltuk Budapest első horgolt karácsonyfáját. Azt találtam ki, hogy legyen egy felhívás a lakosok felé, hogy mindenki horgoljon négyzeteket, horgolós nyelven nagy kockákat, és ezekből rakjuk össze mindenki karácsonyfáját. A Marcibányi téri művelési központ a kerületben befogadta a projektet, és a Fonal Gerillák szakmai vezetésével meg is valósult. A karácsonyfa vázát egyébként egy szentendrei mesterember készítette, és nagyon sokan horgoltunk, végül több száz nagy kockát. Mindenkinek a kis része ott van a nagy egészben. A mostani nyaraink már nem azok a nyarak, amiket megszokhattunk a gyerekkorunkból. Ezt már a fáink sem bírják, pedig ültetünk ám rendesen a kerületben. Szerveztem ezért egy lakossági locsolókört egy hozzám közeli társasházban, hogy életben tartsuk a járda mellé ültetett 5 kis új fát. Annyi, hogy bekopogsz emberekhez, hogy csatlakoznának-e, te is vállalod a magad részét a locsolásból, csinálsz mondjuk egy Facebook csoportot, meg egy Excel táblát, ahol vezetitek, hogy hetente épp ki ér rá elmenni locsolni. Oké, még jó beszélni mondjuk a gondnokkal, hogy a vizet lehessen hozni a házból, mondjuk szerzel pár locsolókannát, amit aztán mindenki használt, és haverkodj össze valamelyik társasház lakóval, aki majd mindig beenged a házba. Fűnek fának ajánlatom, és tisztelettel bíztatok minden második kerületi lakost, hogy szervezzen locsolókört a társasházában. Apropó társasházak, biztos mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy mennyire imádunk lakógyűlésekre járni, mert ott jó hangulatban megoldások születnek, mindenki ismeri a szomszédját, tök együttműködő a közös képviselő, egyébként is mindenki tök együttműködő, alig várjuk, hogy együtt dönthessünk arról, hogy mire költsük a közös költség bevételeit. Néha találkozunk is a közös tereinkben, amiket együtt használunk, arról meg aztán végképp senki se hallott, hogy mondjuk idős nénik egyedül magányosan laknak lakásokban, amire már a pénzük is alig van, hogy kifűtsék, és a kutya rájuk se hederít. Mindenkinek megvan a saját tere, de közben senki sem magányos. Szóval gondolom, saját tapasztalatból tudjátok, hogy ez nem az általános, hanem inkább a kivétel. Ezért javasoltam a képviselőtestületnek, hogy csináljunk egy mintaprogramot, például a cohousing alapján, ahol a társasházlakók ismerkedhetnek a közösségi lakhatás különböző formáival, a lakóközösségi együttműködésekkel, és akár a program végére valamelyik közös terüknek egy új funkciót is adhatnak. Vonjunk be egy szakmai civil szervezetet, vezesse le a workshopokat és dokumentálja nekünk az eredményeket. A költségvetési vitában 1,5 millió forintot megszavazott erre a testület. Aztán lett sok bizottsági ülés, egyeztetés, szakmai bemutató, előterjesztés átdolgozás, és nem indult el a projekt. Összességében nem sikerült dőlőre jutni abban a kérdésben, hogy vajon fel van-e készülve erre a programra a magyar társadalom. Nem adjuk fel, talán legközelebb több figyelem jut a társasházak problémáira. Öröm az örömben, hogy közben a Civil Kollégium Alapítvány elindította a Helyi Demokrácia Műhely programját, amibe, ahogy ők mondták, aktív helyi képviselőket vártak. Képzelhetitek, hogy mennyire örültem a burámnak, amikor engem is beválogattak. Több Pest megyei és budapesti képviselő között a programban én is egy helyi, általán választott ügyet dolgozhatok ki. A demokrácia műhely célja, hogy önkormányzati képviselőket és a területen jártas civil szervezeteket összekapcsoljon, hogy akár hosszabb távon is együtt dolgozunk ügyek mentén. Na és hát az ügy, amit én választottam, az pont a társasházak ügye. Szóval most legalább egy évig azzal fogok foglalkozni, hogy hogyan lakjunk jól egymással.
A Cohousing Budapest Egyesület is csatlakozott szakmai szervezetként, úgyhogy együtt dolgozzuk ki a társasház túlélő programot. Lakóközösségeket, társasházjogászokat és közös képviselőket várunk, hogy közösen fejlesszünk egy szolgáltatást. A részvételi költségvetés az, amikor az önkormányzat a pénzének egy részét úgy költi el, hogy arra a lakosok közvetlenül javasolnak programokat, meg fejlesztéseket. Tehát konkrétan megmondják, hogy mire költjük a pénzt. A pénzt az önkormányzat normális esetben így is a helyi fejlesztésekre költi, mert ez a dolga. A részvételi költségvetésben viszont az a jó, hogy így lakosokként mi mondhatjuk meg, hogy nekünk mi lenne a legfontosabb. Esetleg van egy olyan szuper ötletünk, amit így az önkormányzat figyelmébe ajánlhatunk. És közben azt is jobban megértjük, hogy mi mennyibe kerül, és egyáltalán mennyi pénzből gazdálkodik a kerületünk. Ötletelő összejöveteleken megvitathatjuk ezeket a szomszédainkkal, érvelünk, együtt gondolkodunk, és aztán mi szavazunk arról, hogy melyik projektek nyerjenek. Legalábbis ez volt a lényege annak a koncepciónak, amit társkészítőként a második kerületben javasoltam. Tök érdekes, hogy a kerületvezetésnél viszont valamiért pont azokkal a részekkel ütköztem a legnagyobb ellenállásba, amik szerintem a döntések transzparenciáját meg a lakosok bevonását jelentették volna. Szóval, amitől részvételi lett volna a részvételi költségvetés. Valamiért ebben nem olyan jól sikerült megtalálni a közös hangot. Talán majd jövőre. Idén. A részvételi költségvetést szerintem nagyon könnyű, nagyon szarul csinálni. Könnyen összetéveszthetjük egy szimpatikus marketing húzással, amivel azt a látszatot keltjük, hogy átengedjük a lakosoknak a döntést milliós tételekről, majd az érdemi kontroll lehetőségét kivesszük a folyamatból. A politikában úgy vettem észre, hogy eléggé szokatlan kiadni az irányítást a kezünkből. Azért lehetőleg minden úgy valósuljon meg, ahogyan azt mi eredetileg szerettük volna. Én úgy látom, hogy nálunk a második kerületben is még elég erős ez a szokás. Let me entertain you! Szeretnék még valami pozitívat mondani ennek a mondatnak a végére, ugyanis közeledik a költségvetésalkotás, és számítok arra, hogy a büdzsébe belekerülnek majd ilyen hasznos projektek, amiket én szeretnék javasolni, úgyhogy ilyenkor nem annyira taktikus politikusként kritikát megfogalmazni a saját önkormányzatot felé. Se. Egyelőre azzal vigasztalodom, hogy tök más szerepben, ötletgazdaként sikerült kétszer is olyan projektet beadnom a fővárosi részvételi költségvetésre, amit megszavaztak a budapesti lakosok, és nyert. Legalább így sikerült a részvételi költségvetésen keresztül a közérdekeit szolgálnom. Az állatterápiás foglalkozások idősek otthonaiban és a legális street art projekteknek a megvalósítása most zajlik. És még! Szabad utcazenét a kerületbe! Jelenleg utcazenélni és portrérajzolni a második kerület közterületein tilos. Indítványoztam, hogy ne legyen tilos. Olyan módon javasoltam a tiltást feloldani, hogy a helyiek is részt vehessenek annak az eldöntésében, hogy kik legyenek egy adott évben a kerület utcazenészei. Szervezzünk egy utcazene fesztivált, ahol a lakosok szavazással ítélik oda a nekik legjobban tetsző zenészeknek a kijelölt utcazenélő helyeket. Az október 1-i zenevilágnapja pedig legyen egy össznépi szabad zene ünnep, ahol egyáltalán sehol sem tilos utcazenélni, sőt, kifejezetten buzdítjuk az embereket, hogy jöjjenek ki a lakásaikból és hozzák ki a hangszereiket, a zenedobozaikat, a kórusaikat, a templomi orgonáikat, és árassz el a kerületet a közös zenélés. Hogy mi lett az indítvánnyal? Először egy évig pihent az illetékeseknél, aztán új lendülettel ismét beadtam, és elkezdtünk róla vitatkozni a képviselőtestületben. Úgy hallottam, hogy a 8. kerület egyébként nyitott egy ilyen közös utcazenélős együttműködésre, úgyhogy szerintem meg sem állok a fővárosig. És végül muszáj, hogy elmondjuk a nagy titkot a részvételiségről. Az emberek kellő információ birtokában képesek jó döntéseket hozni az életükről, a közösségük jövőjéről. Ez veszélyes. A politikusok már csak abban bízhatnak, hogy erre nem érett meg a társadalom, ezt nem képes befogadni a magyar néplélek, hogy erre nincsen társadalmi igény. Hogy ez titeket igazából nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel.